A német nemzetiségi és a tolnai önkormányzat ennek a mőzsi ingatlannak a felújításába 2020-ban kezdett bele. A pályázatokkal és az önkormányzat segítségével még ugyan nem sikerült teljesen elvégezni a felújítást, de kitartóan dolgoznak a megvalósításon. Minden lehetőséget szeretnének megragadni, hogy végre használható legyen az épület. A teljesen romos ingatlannal már így is nagy haladást értek el. 2020-ban mi elkezdtünk pályázni a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-hez. Ami a svábságra jellemző, mi nagyon gyorsan szerettünk volna szorgalmasan célt érni, de hát sajnos az anyagi helyzet ezt nem tette lehetővé, és a pályázatainkat se úgy értékelték, ahogy mi azt szerettük volna, tehát mindig csak a felét kaptuk meg annak, amit pályáztunk. De egymást követő két évben is kaptunk támogatást, így a két lépcsőben a nyilászárókat tudtuk kicserélni. Minden nyilászáró az eredeti svábnak a mintája, hogy az épület teljesen megőrizhesse jellegét. Noha a felújítás elhúzódik a szűkös anyagi lehetőségek miatt, de a kivitelezők elszántak a céluk megvalósításáért. Kell Mőzsön egy újabb közösségi tér, amit valóban a közösség tud használni. Kell egy olyan helység a német nemzetiségi hagyományok őrzéséhez, ahol valóban meg tudjuk jelenni. Van Keltkalács Fesztivál, vannak fúvós programok, vannak fesztiválok, de kell egy épület, ahol valóban, a maga valójában a német hagyományokat meg lehet jeleníteni. Mivel az üres épület adott volt, egyértelmű volt számukra, hogy mire tudnák azt használni. Ezért újabb pályázatot nyújtanak most be egy alkotóház létrehozására. A 100 millió forintos támogatásból így már sikeresen megvalósíthatnák terveiket. Az elkészült házban pedig minden programot meg tudnak majd tartani a kisebbségnek. De az udvarra még egy játszóteret is terveznek, amit a gyerekek bármikor használhatnak majd.